Sziasztok, kedves nézőim! A misztikum mindig is vonzotta az embereket. Ez nem meglepő, maga az élet létezése a Földön, az értelmes lények kialakulása rejtélyes és misztikus. Előfordul, hogy valakinek, aki első pillantásról leghétköznapig fotót készítette, megmagyarázhatatlan, sőt ijesztő tárgyakat sikerül megörökítenie. Ilyenekről mesélek nektek a mai videóban. Egy 1917-ben Kanadában készült fénykép, ami a Great Cape Scott története című könyvben jelent meg, egészen hétköznapinak tűnik. A dombon álló, a kor divatja szerint öltözött emberek csoportjában azonban jól kivehető egy fiatalember, pólóban és rövid nadrágban, modern frizurával. Ha jobban megnézzük a képet, olyan, mintha mellette ülők meg lennének lepődve a jelenlétén, és értetlenül néznének rá. Mintha fényképezés közben termett volna ott váratlanul. A tudósok elutasítják az időutazás lehetőségét, de sok internetező meg van győződve arról, hogy a fotón egy időutazó látható, aki valamilyen ismeretlen okból visszatért a múltba. Az időutazás elméletek rajongói imádják ezt a fotót, az időgép létezésének megcáfolhatatlan bizonyítékának nevezik. A fotó 1941-ben készült. A modern napszemüveges pólós férfi valóban kiírja a tömegből. Talán tényleg a jövőből pillantott ide? Az UFO-k létezésére a mai napig nincsen meggyőző bizonyíték. Továbbra is ez az egyik legvitatottabb téma világszerte. Kutatók még klasszikus festményen is fedeztek fel olyan rejtélyes tárgyat, amely nagyon hasonlít egy UFO-ra. Itt rögtön érdemes felidézni a Madonna Szent Giovanni Nova című festményt, amelyet a 15. században festett Domenico Ghirlandaio. A MIMA Firenzében, a Palazzo Vecchio-ban található. A kép jobb felső sarkában, Mária mögött a háttérben jól kivehető egy korong alakú tárgy. A távolban pedig egy férfi látható a parton, aki ezt az égen lévő tárgyat bámulja. Egy másik, Krisztus keresztre feszítése témájú festmény 1350-ben készült. A jobb és bal felső sarkában egy-egy repülőtárgyat festettek, amelyekben ember utazik. Ez a festmény a koszovói Visokhíde Csáni kolostor oltára felett található. 1952. júliusában szellemben az amerikai parti őrség egyik tisztje ragyogó fényeket vett észre az égen. Gyorsan hívott egy másik gárdistát, hogy nézze meg ő is, ám időközben a fények jelentősen elhalványultak. Amikor újra fényesen világítottak, a tiszt gyorsan felkapta a fényképezőgépét, és sikerült is egy képet készíteni az iroda ablakából. Alfred Isaac Middleton brit felfedező a 19. század végén a világ legtávolabbi sarkaiba utazott, hogy zoológiai, botanikai és régészeti különlegességeket keressen. A Smithsonian magazin egyik riportjából kiderült, hogy Arthur Conan Doyle egykori asszisztense, Sir John Morris, a felfedező barátja, rendelkezett egy dokumentumgyűjteménnyel, amely betekintést enged a férfi életébe. Az egyik legambiciózusabb felfedező után csak egy pár fénykép maradt fent, amelyek igen különös, sőt rendhagyó tárgyakat ábrázolnak. Megmagyarázhatatlan szerkezeteket, amelyek egy másik bolygóról érkező idegen űrhajóira, intelligens lények képviselőire és furcsa állatokra hasonlítanak. A képeken látható tárgyak annyira fantasztikusak, hogy a hivatalos tudomány minden kísérlete sikertelen volt a felvételek helyének megállapítására. A hivatalos verzió szerint Alfred Middleton hozzá hasonlóan gondolkodó emberekkel együtt az Amazonas expedícióira, egy másik verzió szerint Szumátra szigetére ment, ahol fogságba esett és soha többé nem tért vissza. Ám van egy másik verzió is. Middleton naplói szerint a brit utazó egy titkos ausztráliai expedíció során készítette ezeket az egyedülálló fotókat, miután sikerült átjutni az ausztrál kontinens legendás falán. A közzétett anyagok alapján a tudósnak sikerült átkelni Ausztrália nagyfalán és más világokra rátalálni. A növényzetet és a hihetetlenül furcsa helyi lakosokat is lencse végre kapta. Middleton expedíciójáról valakinek sikerült visszatérnie és elhozni a mi világunkba ezeket a más világokról készült egyedülálló fotókat. Ezeken a Middleton fotókon sok minden megegyezik az ausztrál falról és az Ausztrália rejtélyeiről szóló legendákkal és mondákkal. Azonban még mindig több a kérdés, mint a válasz. 1964-ben a brit származású Jim Templeton családja a Solway Firth-öböl közelében sétált.
a családfő úgy döntött, hogy készít egy képet 5 éves kislányáról. Templetonék állították, hogy ezen a helyen rajtuk kívül még senki más nem tartózkodott. Ám amikor a fényképet előhívták, az egyik fotón egy furcsa alak látszott, amint a kislány mögül kikukucskált. Alapos vizsgálat kimutatta, hogy a fényképen semmilyen változtatást nem végeztek. És itt egy másik furcsa fotó. Amikor a Cooper család beköltözött új otthonába Texasban, házavató bulira hívták a szomszédokat, és úgy döntöttek, hogy ezúttal néhány fotót is készítenek. Amikor a képeket előhívták, egy furcsa alak látszott rajtuk. Mintha valakinek a teste lógna a plafonról, vagy éppen leesne onnan. Cooperék persze semmi ilyesmit nem láttak a fotózás közben. Ez a fénykép a hírhet elátkozott Amityville-i házról készült 1976-ban. Ez az a ház, ahol a DeFeo családot agyonlőtték, és ahol a legidősebb gyermek bizonyos hangokat hallott. Ed és Lauren Warren, a paranormális jelenségek ismert kutatói, a tragédia után speciális infravörös kamerákat szereltek fel a ház körül, amelyekkel éjszakánként is készítettek fényképeket. Az egyik képen egy ismeretlen gyermek volt, amint éppen kikukucskált az egyik hálószobából. Valamint egy izzószemű, mosolygó idegen alak. Ekkor a ház már régóta üresen állt, nem lakott benne senki. Warrenék szerint rajtuk kívül senki más nem járt éjszaka a házban. Az egyik verzió szerint a képen a 9 éves John DeFeo szelleme látható, aki szintén áldozatul esett a családja gyilkosának. Ez a fénykép jól ismert, mégis kevesen ismerik a történetét. Egy bizonyos Mrs. Andrews készítette 1947-ben, fiatalon elhunyt lánya sírjánál. Andrews szerint a képen egyáltalán nem a lánya, hanem valami ismeretlen gyerek látható. A nő állítja, hogy a fénykép készítésének idején nem volt semmilyen gyerek a sír közelében. Amikor 1963. november 22-én meggyilkolták John F. Kennedy amerikai elnököt, számos fotó készült a helyszínen. A legtöbbjükön ott volt egy szokatlan idős hölgy egy fényképezőgéppel. A nagymamát az FBI hiába kereste, személyazonosságát soha nem sikerült megállapítani. Barna kabátot viselt, a fején kendő volt, innen a nagymama becenév. A hivatalos kormányzat a rendelkezésre álló összes felvétel minden egyes négyzetcentiméterét áttanulmányozta, hogy kiderítse pontosan, mi is történt azon a napon. Az FBI soha nem bukkant a nagymama nyomára, pedig esetleg fontos fényképek lehettek nála a gyilkosságról. 1964-ben Robert Szerek francia fotós készítette ezt a képet Ausztrália Queensland partjainál. Egyesek szerint ez egy halászhajó. Más hiteles magyarázatot eddig nem adtak a képre. 2010-ben az amerikai Randy Gujáró tudtán kívül nagyon jövedelmező befektetést tett, amikor a kaliforniai Frenzo egyik antikváriumában megvásárolt egy régi fényképet. A 10x13 cm-es fekete-fehér fotó a 19. században készült, és azt ábrázolja, hogy egy társaság krikettezik. Szakértők több mint egy évig tanulmányozták a fotót, amely egyedülállónak bizonyult, mert a híres amerikai bűnözőt, Harry McCasey-t ismertebb nevén Billy Kölyköt és bandáját ábrázolja. A Daily Mail szerint a fotó ára mostanra 5 millió dollárra emelkedett. A fotóról kiderült, hogy hiteles, és valóban magát Billy ábrázolja, aki 21 gyilkossággal büszkélkedhetett. A körülötte álló emberek bandájának tagjai, maga a fotó pedig Billy egykori főnökének farmján készült. Korábban úgy tudták, hogy Billyről csak egyetlen fotó maradt fent, amelyet 2011-ben 2,3 millió dollárért vásárolt meg egy gyűjtő. Colin Evans egy velszi médium volt, aki azt állította, hogy képes lebegni. Az Evans fellépésein készült fotók alapján tényleg azt hihetnénk, hogy a férfi valóban tudott repülni. A szkeptikusok azonban hamar észrevették, hogy az összes olyan képen, ahol Colin a levegőben van, a kezében egy fényképezőgép zsinórja lóg, és a lába mindig elmosódott. Kiderült, hogy a médium csak felugrott a székről, és megnyomta a kamera gombját. Persze mondhatnátok, hogy az emberek elképedve néznek a fotókon. Nyilván, ti hogy néznétek, ha egy felnőtt tekintélyes ember hirtelen felugran előtted a székéből? Ugyanezek az emberek azonban pénzvisszatérítést kértek, miután rájöttek, hogy becsapták őket.
1907-ben tanárok, diákok és tudósok egy csoportja tudományos tábort hozott létre Norvégiában, hogy tanulmányozzák a Hesdalen-fény nevű rejtélyes égi jelenséget. Egy tiszta éjszakán Björn Hagge 30 másodperces záridővel készítette ezt a fényképet. A spektrális elemzés kimutatta, hogy az objektum szilíciumból, vasból és szkandiumból készülhetett. Ez a leginformatívabb, de korántsem az egyetlen fotó a Hesdalen fényekről. A tudósoknak még mindig fejtörést okoz, hogy mi lehet az. Ez pedig egy 1919-es felvétel, Freddie Jackson szelleméről. A csoportkép a brit légierő műszaki katonáiról, az első világháború csatáit megjárt Didylos hadihajó fedélzetén készült. Az egyik szerelő, akit Freddie Jacksonnak hívtak, nem sokkal a fotó elkészült előtt halt meg egy balesetben, miután egy repülőgép lezuhanó propellere eltalálta. Valamilyen furcsa módon azonban mégis felkerült a képre a katona. Az arca a felső sorban egy másik szerelő mögül kukucskált ki. Az Úttörök védelme című úttörök tucatjairól és vezetőikről készült hátborzongató fénykép Leningrádban készült, 4 évvel a város ostroma előtt. Ma úgy tekinthetünk erre a fényképre, mint a szörnyű jövő visszataszító előérzetére. Egy olyan háborúnak a küszöbén álltak, amely majd ártatlan életek millióit tiporja el. A fénykép eredeti célja az volt, hogy a Szovjetunió védelmi készültségét mutassa. Mindenki láthassa a bátor és jól felszerelt fiatalokat, az ország büszkeségeit. Nem fog eltelni néhány év, és a megörökített emberek zöme már nem lesz életben. Mára ennyi volt, kedves nézőim. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és írjatok hozzászólásokat is. Hamarosan találkozunk. Addig is. Sziasztok!